De nagyon sok traumatizált nem tud akaratlagosan váltani, és annak van kitéve, hogy úgy hoz döntést egy szorongó gyermeki állapotból valaki, hogy nem tudja segítségül hívni a saját egészséges felnőtt állapotát. Beszélünk egy picit arról, amiről már több más előadásban is szó volt, hogy a személyiségünk az nem egy osztatlan egész. Még az úgynevezett egészséges embereknek is több én állapotból áll a személyisége. Elég csak arra gondolni, hogy egészen más állapotban vagy, amikor elmegyünk a munkahelyünkre, dolgozunk és csúcs teljesítményt nyújtunk mondjuk egy versenyhelyzetben, vagy egészen más a viselkedésünk, amikor társasozunk a barátainkkal és át tudunk menni egy játékos gyerekbe és spontán tudjuk élvezni az életünket. Ezek az én állapotok, mint mondtam, megfigyelhetőek az egészséges embereknél is, és abban különbözünk csak csupán mondjuk a traumatizáltakhoz képest, vagy azokhoz képest, akik valamilyen mentális zavar tüneteit mutatják, hogy mennyire tudnak az egészséges emberek rugalmasan váltani ezek között az én állapotok között, és nem elég, hogy ők rugalmasan váltanak és gyorsan, az is a sajátossága az ő én állapotaik közötti váltásnak, hogy ők akaratlagosan tudnak váltani. De nagyon sok traumatizált nem tud akaratlagosan váltani, és annak van kitéve, hogy úgy hoz döntést egy szorongó gyermeki állapotból valaki, hogy nem tudja segítségül hívni a saját egészséges felnőtt állapotát, hogy felméri a helyzetet, hogy tényleg veszélyben vagyok-e.